Ma reggel is jó reggelt kívánok! A Szaturnália alatt a Római Birodalomban szünetelt a bíráskodás, elhalasztották a kivégzéseket, tilos volt hadat üzenni, sőt, szünetet tartottak az iskolákban is. Ezt most nem ígérhetem, de azt igen, hogy most vasárnap a régi ünnepet felidézve várják a családokat a budapesti Aquincumi Múzeumba. A mesék során a gyerekek kicsit szereplői lesznek a régi történeteknek, az ókori ruha bemutatón a közönség fel is próbálhatja a kosztümöket, még ünnepi Aquincumi rabszolgavásár is lesz. A karácsonyi várakozás időszakában, ha délután és esténként betérnek a Pécsi Bazilikába, vagy a Dom Múzeumba, azon kívül, hogy megcsodálhatják a helyszínt, a legkülönbözőbb zenei élményben lehet részük. Ma például este 7 órától Király Csaba, Liszt díjas, zongora és orgona művész koncertjét hallgathatják. Holnap ugyanebben az időben a Mohácsi Bartók Béla vegyeskar előadása lesz. Szeretnének egy háromdimenziós hologram illúzió segítségével az Abbával egy színpadon fellépni? Vagy egy-egy dalt újra keverni? Vagy egy albumon és poszteren szerepelni a nagyokkal? Nem kell repülőre ülni, elég, ha Győrig mennek az Eto Parkba, és az Abba World kiállításon közel kerülhetnek az együttes világához. Megtekinthetik a több száz eredeti emléket, színpadi öltözékeket, hangszereket, személyes tárgyakat, ritka videókat az együttes pályafutásáról, sőt, interaktív szereplésüket a belépőjegy rögzíti, így bármikor visszanézhetik. És még el sem mondtam mindent. A programokhoz jó szórakozást kívánok, holnap új ajánlatokkal jövök a viszontlátásra.